Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. Itt megtekintjük azt, hogy mi vár január hónapban a mérleg jegyében születettekre. Ez egy általános kivetés, viszont megvan arra a lehetőség, hogy kérj tőlem egy személyes jóslást, a díjam 4000 forint. Ami az asztrológiát illeti, az indiai asztrológiát, az indiai számítás szerint 2023. december végén, 2024. január elején még Vénusz bolygó hat a mérleg jegyére, ami kihat a szépségre, egy szép környezetre, de szimbolizálja a szerelmi témákat is. És most megnézzük, hogy mit mutatnak a kártyák. Ha te egy hölgy vagy, akkor itt vagy látható. A lelki társad itt van, ez a férfi utal a férfiakra is. Mindketten a kivetés szélén vagytok, a különbség az, hogy ő eltekint a kártyáktól, hiszen nem akar odafigyelni bizonyos dolgokra. Ha te egy hölgy vagy, akkor odafigyelsz a kártyákra. Ő az első sorban van a kivetésnél, és a feje fölött nincsenek kártyák, és az jelenti az ő zárkózottságát, nem engedi meg azt, hogy mások bepillantsanak az ő gondolataiba. De mégis kiderül az igazság, hiszen mi ezt meg tudjuk tenni, itt ez a kártya jelenti az ő gondolatait. És itt látható, hogy ez a férfi mire gondol. Itt töpreng valami miatt, ami elszomorítja őt. Itt van a halál eset, ez lehet egy örökösödési ügy. De ennek a kártyának van szimbolikus jelentése is, hogy le tudja zárni a szomorúságot. És amin ő még töpreng, az egy hír, mert vannak elvárásai, és tényleg ez a levél megérkezik, tehát lesz egy jó hír majd számára. Visszatérve hozzátok, ez a két kártya az, ami összeköt benneteket. Itt van egy bírósági ügy, és itt a tolvaj. Lehet, hogy lopásról van szó, és te ennek tudatában vagy, hiszen megjelennek a kártyák a te gondolataidban. De mint mindig, a képeknek van szimbolikus jelentése is. Itt lehet ugyan egy bírósági ügy, itt a szerencse, tehát egy jó kimenetel, de lehet egy olyan helyzet, ami eddig igazságtalan volt. És a tolvaj ebben az esetben segíteni tud, hiszen ellopja az igazságtalanságot, és akkor más lesz a kapcsolat kettőtök között. Az is lehet, hogy itt vannak félelmek, hogy valaki ellop téged, vagy te félsz attól, hogy te elveszíted őt, és mindez olyan igazságtalannak tűnik. Vagy ez az igazságtalanság, ez lehet egy olyan rossz gondolat, és nem kell így gondolkodni, hiszen itt a szerencse, a kapcsolata, a remény, tehát nem fogod őt elveszíteni, ő sem veszít el téged. Ez a férfi ezekkel a kártyákkal van egy vonalban. A ház jelentheti az otthonát, vagy a családot, a gyermek a gyermekeket, vagy egy új kezdetet, ez lehet egy költözködés is, és itt van a környezetében a szerencse. Ha te egy hölgy vagy, akkor ezekkel a kártyákkal vagy egy vonalban, itt látható az élet erőd, a változások, úgy magasból tekinted a dolgokat, vannak tervek a későbbieket illetően is, és itt vannak a kapcsolatok, a szerződések. És most megnézzük az egyes heteket. Első hét január hónapban itt látható. Itt vannak még gondok, hiszen nem úgy alakulnak az események, ahogy te ezt elvárod. De lesz itt egy fordulat. Tekints a jövőre,
Tehát a jövő fontos, nem a jelenlegi helyzet, hiszen a nap megvilágítja az élet utad. Itt kiépíthetsz valamit. Itt meg lesz a segítség. Lesznek utazások, vagy külföldi kapcsolatok. Ez a férfi megjelenik, de úgy elfordul az eseményektől. Második hét, január hónapban itt látható. Ez a halál eset lehet egy örökösödési ügy is, vagy a kártya tud segíteni valamit lezárni, mint például a szomorúságot. Itt az egerek is segítenek, ezeket a negatív dolgokat eltüntetik, és akkor itt látható az otthon, szerencse, a szerelmi élet területén, itt a remény, az utazások, az életerő, és megjelenik a szerencse. Különösen abban a helyzetben, ami eddig olyan igazságtalannak tűnt. Harmadik hét, január hónapban itt látható lesz egy jó hír, megjelenik a nyilvánosság, a szerencse, de a ház környékén, és ez a környezeteteket illeti, megjelenik egy hamis nő. De nem mondja ki nyíltan azt, hogy mit akar, hiszen ott van előtte a felhő, ez olyan, mint egy fátyol. Keresi a kapcsolatot veled. Ez lehet egy szerződés is. De azért légy óvatos, mert lehet, hogy ez a nő meg akar látogatni téged, ott van az otthonodban, és ellop tőled valamit. Persze a tolvaj tud segíteni is, el tudja távolítani a hamis szemét és a felhőt. Utolsó hét, január hónapban itt látható, az ő gondolataiban megjelenik a szomorúság, de egy jó hír is. Szerencséje lesz, hiszen lesz itt nyeremény. A fa jelenti a gyógyító erőt, vagy azt, hogy valahol le tudtok gyökerezni. Ez lehet egy új kezdet. Ez a jó indulatú hölgy segíteni tud. De lehet a te tartásod, a te hozzáállásod is, hogy te segíted őt ebben a helyzetben, amikor itt a tolvaj van, az igazságtalanság, a hamis nő. Nálad vannak hosszú távú tervek, itt is látható, ez lehet egy közös életút. Itt is hosszú távú tervekről van szó, vele kapcsolatban. Ez lehet egy utazás, ez lehet egy életút is. És ez volt a havi jóslás. Kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Denderám!